A két százalékos prémium mal. Hogyan ezek a utalványokat nézték ki, teljesen ismeretlen, mert én kutattam a Nemzeti Bank levéltárban, de egy találatában nem találhatók. És egy év utána a keleti és nyugati országokban a nagykövetségekben mellett nyitották speciális boltokat azokat azért, hogy a diplomata alkalmazottai vásárolták a valutákért, amit fizetésként kaptátok, a csehszlovák árut, és úgy próbálkozták visszahúzni a valutát. És nagyon rövidül aztán a hasonló helyzet volt a Szovjetunióban is. És ott végül azt találták, hogy a ekkori rubel árfolyama teljesen irreális van, és bevezették a úgy nevezett árfolyam felárat a valutához, és közvetlenül aztán ugyanazt a lépést csináltátok Csehszlovákiában, és sőt a Romániában is, és ezek a speciális diplomata boltok a külföldön alapján a kommunista pártia központi bizottságát talált azt a elvet, hogy ezek a hasonló valuta boltokat is maga Csehszlovákiában kell nyitni, és ott a normális lakosságnak kell engedni vásárolni. És ebben a helyzetben kezdődött a nagy vita a kommunista pártia központi bizottság és a kormány hivatal között, mert a kormány hivatal között nagyon durván oponált ezt a tervet, és azt írták a híradásban, hogy az fog leértékelni a koronát, hogy ezzel a módon létrehozták több csehszlovákiai lakosság kategóriákat, egy privilegizált, akinek van valuta, és diszkriminált, akinek nincs valuta, de az csak a titkos dokumentokban volt, nagyon jól van fenntartva, de az ellen 1987-es július 1-től nyitották Prágában ezek új valuta boltokat a Tuzex elnevezés alatt. Ebben az esetben Tuzex ez tuzemski, tehát belföldi és újra export. Tulajdonképpen volt az ugyanazt, ami a Darex, amit két, négy év az előtt felszámolták. És nagyon hamarosan ezeket a boltokat nyitották a más nagy városokban, például Pozsonyban, Augustusban, Brünnben szintén augusztusban, és később a év végig Kassában, Eperjesben és minden megyei városban. És párhuzamosan képezték azok a feltételek, hogy senkinek, aki külföldön dolgozott és volt neki valuta, hátrányos volt ott a árut vásárolni és Csehszlovákiába hozni, és sokkal előnyesebb volt behozni a valutát, átváltozni a Tuzex koronáért, és aztán Tuzexben vásárolni. Itt látható korábbi újsági hírek, volt Darex, lesz Tuzex, Napton vásárlás a devizákért, és itt a
pozsonyi tuzex boltja, egy szerencsés asszony, aki valami kötvény vásárolja, és itt van írva szó szerinti Dobrucká utcán, ez a város közöttben, most ott egy szálloda van, már nagyban árusítják, de szó szerinti veszelo, tehát vidáman. No, ugyanúgy, mint a Darex bonok esetében, a Tuzex bonok és értéke formálisan KCS-ben, tehát Csehszlovák korona, ki volt fejezve, de ez a Tuzex korona teljesen más fogalma, mint a normális törvényes korona, és azért, mert ezeket a Tuzex koronákat árusították a hivatalos árfolyama szerint, de mennyire két hónap az előtt bevezették ezek a árfolyam feletek és prémiumokat, tehát tulajdonképpen hivatalosan ez a Tuzex korona kétszer értékesebb volt, mint a normális korona, és az volt is erősítve azzal, hogy amikor ezek a három hónap érvényes bonokat lejárták, a tulajdonosa átváltotta őket a bankban, ezek a 100%-os prémiumban, tehát egy Tuzex koronáért két törvényes koronákat kapott. De ez nem volt a reális árfolyama, mert ekkor különféle árutfölek a kakaóért és a kávéért és a különféle alkoholikus italok Csehszlovákiában igen magas forgalmi adó volt. És a normális piacon ezek a áruk igen drága volt, és amikor az emberek átszámították azok a árakat, ami normális boltokban voltak, a árakra, ami Tuzexben voltak, megjelent egy új árfolyam, és pedig körülbelül átlagosan egy Tuzex korona, öt normális korona. De ez az árfolyama nagyon változott, volt teljesen a piaci törvények szerint, mert ha valakinek sok Tuzex korona volt, és akart eladni őket, tehát olcsóbb eladott, a alacsonyabb határa volt körülbelül 3 korona 50, és például 1968-ban, augusztus után, tehát a szovjet megszállás után közvetlenül, ez a Tuzex korona árfolyama nagyon emelkedett, sőt a 7 koronáig, de az egy más marginális határ, tehát átlagosan vehetünk, hogy mindig egy Tuzex bon, egy Tuzex korona, 5 korona volt értéke, és például ez a fekete piánc árfolyama teljesen hivatalos is lett, mert például Tuzex hosszú volt kapcsolatos igen gazdag bűncselekmény és tevékenysége, és ha például olvasunk ekkori kriminalisztikai közlény, ahol sok érdekes eset le van írva. Eset maga rendőrség vet, hogy egy Tuzex korona, egy öt normális korona értékes volt. S
sokkal gyorsabb, mint a Darex esetében fejlődött a fekete piac a bonokkal, és pedig nekem volt nagy szerencsém, hogy ismerkedtem egy emberrel, aki lett már 1958-ban a Tuzex textil osztály igazgatója. És igen intelligens ember volt, és nagyon sok részletetések tudott, és ő mesélte nekem azt, hogy például sok vállalkozók, amik megjelölték a rendszerváltás után, sőt a második napon a Tuzex bolt megnyitása után közdődtek fekete piacon vásárolni a bonokat, tehát ekkori és mai valuta mafia, vagy gazdasági mafia tulajdonképpen azonos. És ezek a Tuzex bonok igen keresett voltak, mert például 50-es évek végén, vagy 60-as évek kezdetén egy normální semmi autora kelt várni 3-4 évig. Tuzexben azonnal egy Fiat 500 kapható a bonokért volt. Tehát mindenki nagyon kereste a bonokot, és például azzal kapcsolatos volt a korrupció is, mert ha valaki akart, hogy a Fiat felfogaszták a orvosi karba, tehát sokkal jobb volt fizetni a Tuzex bonokban, mint a normális koronában. Tehát az igen atraktív volt, és a bonok kibocsátása, vagy Tuzex korona kibocsátása nagyon hamarosan emelkedett. Közdetben a 50-es évek végén ez évente csak 50-60 millió korona volt, tehát azért ezek a bonok rendkívül ritkák numizmatikailag. Aztán, amikor például Csehszlovákiában 1960 után sokkal több fejlődött a idegen forgalom, és sok ember nyugati idegenek jöttek Csehszlovákiában, főleg a Brno ipari vasár kapcsolatában, azonnal emelkedett ez a kibocsátása majdnem kétszer. És ekkor Csehszlovákiában például jött igen sok diákok a fejlődő országokból, és őknek valuta volt, tehát állandóan különféle diák házakban megfelelt valami mafia, ami átváltozta előnyesebben a koronákat és szétosztáltak a főleg a asszonyok között, akik ott ruházatot vásárolták. És a más lépcső volt a szovjet megszállás utáni korszaka, amikor több 100 000 ember emigrált, nagyon hamarosan kapott nyugaton jó állást, és aztán küldötték hivatalosan, nem hivatalosan pénzét a rokonainak, és az nagyon gyorsan tükrözött a Tuzex korona emelkedésében. És amikor szembe veszünk azt a tényt, hogy például ekkor más ez a évi emisszió körülbelül 500 000 000 korona volt, az volt, sőt körülbelül 20-25% az egész pénzforgalomnak Csehszlovákiában. Tehát ez a Tuzex korona igen komoly értéke és fogalma lett. És
numizmatikai szempontból az érdekes, hogy ezek a tüzegzbonok rendszere sokkal gazdagabb, és sokkal bonyolultabb, mint törvényes pénz rendszer. És azért, hogy ott igen sok apró változatok a szövegben, és fokozatosan, főleg a 1960 után javulták a biztonsági elemek.